Üdvözlet mindenkinek itt az infobubble.hu weboldalon. Elég régen csináltam ilyet, de ezúttal meg fogunk nézni egy filmet, illetve hát a részleteket ebből a filmből, ami Madarak a dobozban Barcelona címet viseli. Ez a Madarak a dobozban, vagy Bird Box, Sandra Bullock filmének a második része. És bár szorosan nem kapcsolódik hozzá, de mégis valamilyen úton módon az alaptörténet ugyanaz. Mielőtt nekivágnánk ennek, megkérnék mindenkit arra, hogy lájkoljátok, illetve osszátok meg tartalmainkat, melyeket megtalálhattok infobaba, illetve Yahoo útja néven, a TikTokon, Instagramon, YouTube-on, Facebookon, valamint weboldalainkon, és ha hasznosnak, értékesnek találjátok munkánkat, akkor támogassátok, azt köszönöm azoknak, akik ezt megtették eddig. Előjáróban hozzátenném azt, hogy nagyon-nagyon nehéz találni olyan filmet, amit érdemes megnézni. Már, már jó filmről én letettem egy ideje, én nem is várom a jelenlegi világban, hogy mi jó filmeket fogunk látni. Ha egyáltalán egy filmre lehet azt mondani, egy jó hisz. Mindig is valamilyen formában ez propaganda volt, és ez nem is változott. De a fontos az, hogy nagyon nehéz jó filmet találni, amiben nincsen benne vagy az LMBTQ, vagy a feminizmus vagy a gyerekizmus, vagy valamilyen izmus, ami tönkreteszi azt. Ez sem tökéletes ilyen szempontból, mármi ilyen szempontra gondolok a propagandára. Ez sem tökéletes, a madarak a dobozban Barcelona, de ez legalább valamelyest elkerüli ezt, ha, ha nem is teljesen, de nem olyan látványosan, mint az összes többi, vagyis a, a nagyobb filmeknek a jelentős részek, gondolom, összefüggésben van ez azzal, hogy ez egy kisebb vállalkozás, ez nem egy ilyen hollywoodi nagy produkció. Ettől függetlenül ugye a Netflixnek ez egy saját verziója, illetve filmje madarak a dobozban, a netflix.com-on megtalálható 1 óra 51 perc. Ugyanaz a történet az emberiséget tizedelő rejtélyes erő mellett egy új bajos fenyegetés is felbukkan ebben a Barcelonában játszódó filmben amely a nagy sikerű madarak a dobozban történetére épül. Olyan ismert színészek nem is nagyon fordulnak elő, legalábbis számomra ismert színészeket én nem láttam ebben a filmben. Amennyiben valaki szeretné megnézni, akkor mindenképpen állítsa meg ezt a videót most, és nézze meg a filmet előtte, mert ha már ezt végnézi valaki, utána nagyon-nagyon kevés értelme lesz megnézni ezt a madarak a dobozban, Barcelona című filmet ugyanis nem sok világ megváltó ötlet van benne, de azért nem is olyan egyszerű, szóval szerintem mindenki jobban jár, hogyha megállítja, megnézi, és aztán visszatér ehhez az elemzéshez. Egyébként érdemes megnézni szerintem, ha már itt tartunk, és azon kevés filmek közé tartozik, amit úgy érdemes legalább egyszer megnézni. Most, hogy még egyszer megnézem, azt nehezen tudom elképzelni, de, de egyszer mindenképp érdemes, mert egyrészt izgalmas, másrészt én szeretem ezt a világvége hangulatot, amikor az emberiség kipusztulóban van, kevesen vannak ezeket a kihalt utcákat, stb. ez a világ, ez, ez az egyik kedvencem legalábbis nekem, épp ezért én ugye élvezettel néztem még akkor is, hogyha egy ponton túl már ki lehetett találni, hogy mi az, amire a játék kimegy végül. Azt is megemlíteném még, hogy azért vannak benne elég durva jelenetek, még ha nem is annyira, hogy esetleg ez, ez valakinek különösebb traumát okozna, de ha ezt, ezt nem éppen kedveli bárki, akkor, akkor lehet, hogy ezt érdemes észben tartani, de szerintem el lehet viselni, plusz én azokat általában nem szoktam megnézni ezeket a jeleneteket, legalábbis teljességében. Nem is kronológiai sorrendben fogok haladni, legalábbis ami a film cselekményét illeti, hanem kronológiai sorrendben az eseményeket, illetően amelyeket a filmben bemutatnak, mert ide-oda ugrál az időben a történet. Azt hiszem, hogy ez lehet körülbelül a kezdete az egésznek, és ez egy jól ismert jelenet, minden világvége filmben van ilyen, amikor elkezdődik ez az egész, és megjelenik a a pánik a tömegben, az emberek mindenfelé menekülnek, próbálnak ide-oda eljutni, sikertelenül többnyire. És a főhős Sebastian lejut ebbe a metróba, ahol rengeteg ember összezsúfolódik, és ekkor jelennek meg ezek a teremtmények, vagy nem is tudom, azt hiszem úgy hívják őket a filmben is, hogy teremtmények, de lények talán az helyesebb. Mindaddig, amíg a filmben megvan ez a, az akció nekem tetszett az a rész, amikor, amikor történik valami a párbeszédek, sem olyan rosszak, meg maga az egész elgondolás, de én kifejezetten nekem azt tetszett, amikor ezek az akció részek vannak, mert ez valahogy mégis izgalmas maradt, annak ellenére, hogy már láttuk ezt végtelenszer, ezeket a, a részeket, amikor érkezik a vonat, és akkor mindenki hullik be, mert ugye öngyilkos lesz. Aztán ő is sodródik, sodródik bele, de azért mégiscsak az utolsó pillanatban sikerül onnan kiugrania, és így túléli ezt a részét a, a filmnek. Hogy hogyan, azt nem tudom, de ez egy kisebb csoda, hogy ő, ő nem halt meg. Érdekes módon Sebastian elég korán rájött, hogy nem szabad ránézni ezekre a lényekre. Azt nem tudom, hogy hogyan, most így nem tudom felidézni, hogy pontosan mi volt az oka. De a lényeg az, hogy ő rájött, és a kislányát is eltakarta ettől, hogy ne nézzen rájuk, és így menekültek ők meg. Túl sok ember nem túl hiszen akkor, amikor ők már bolyongnak, illetve amikor bekapcsolódunk, akkor már ez a zombi jellegű túlélés folyik a világban. Mégis azért jelentős mennyiségű ember túlélte ezt ahhoz, hogy legyen egy izgalmas cselekmény. Egy ponton Sebastian és a lánya bekapcsolódik egy túlélő csoporthoz. Találkoznak az utcán, ő észreveszi őket, és csatlakoznak hozzájuk. Azt hazudja nekik, hogy Tud, ismer egy helyet, ahol van egy generátor, és ezért azok az emberek bizalmukba fogadják végül, bár már megjelennek ezek a lények, szóval a döntést meg kell hozni gyorsan is. Ez egy rossz döntés végül a csoport részéről, amit meghoznak. Talán ez az egyik legnagyobb tanulsága, az egyik legnagyobb ennek a filmnek. Az pedig az, hogy ha van, egy, ha van egy közösség, van egy csoport, akkor sokkal fontosabbak azok az emberek, akik már benne vannak a csoportban, mint azok az emberek, akik szeretnének csatlakozni ahhoz. És ezt amennyire durvá hangzik, de annyira fontos megértenie mindenkinek, aki küzd és harcolja ezt a spirituális harcot, mert ezt a harcot mutatja be ez a film is, ezt a spirituális küzdelmet, amit mi az ellenséggel vívunk. Érdemes meggondolni szá számos alkalommal, és átrágni azt, hogy ki az, akit az ember beenged belső körökbe. Ugyanis, mint ahogy ebben a filmben, csodálatosan ez látható, végzetes döntéseket tud hozni, akkor, hogyha valaki nem megfontoltan, vagy nem átgondoltan cselekszik. És ez már az előző filmben is előfordult, és akkor is elmondtam ugyanezt. Igen, az ember szeretne segíteni mindenkinek. Azonban az élet nem olyan, hogy mindenkinek segíteni tudjunk. De egy praktikus példán keresztül el tudom ezt magyarázni, akár a film is megadja ezt. De érdemes egy ember befogadni, aki potenciálisan egy veszélyforrás, mondjuk 5-6-7 másik ember életére, vagy inkább érdemesebb őt hagyni és aztán remélni, hogy vissza tudunk térni hozzá, vagy esetleg nem tudunk visszatérni hozzá. De még mindig az a 6-7 ember élete kockán forog, és mint ebben a filmben is egyébként két csoport is elkövette ezt a hibát, hogy befogadták sebastian és aztán az egyik teljesen elpusztult, a másik pedig szinte mindenki két ember maradt meg ott is, úgyhogy nagyjából a 80 az, akinek ott vége lett. De ez, ez nagyon fontos ez a gondolat, hogy igen, az ember szeretne jó szamaritánus lenni, de a világ ettől függetlenül még egy spirituális harcnak a színtere. És a film ezt mutatja be... Amennyiben a teljes videót szeretnétek látni, az infobubble.hu, illetve a yahuautja.hu weboldalon. Ez elérhető. Megkérnélek arra benneteket, hogy osszátok meg videóinkat, illetve lájkoljátok azokat, hogy több emberhez... Eljusson az üzenet. Köszönöm.